A Jobbik Trianon megemlékezésén beszédet mondott a párt tatabányai országgyűlési képviselője Vágó Sebestyén. Mert gyásznap, nem ünnepnap. Sajnos ma ott tartunk, hogy igaz, hogy a naptárban kiemelten szerepel ez a nap, csak az a probléma, hogy nem olyan felhanggal, mint ami ennél kellene. Ünnepséget tapasztalunk mindenhol az országban, a nemzeti összetartozás ünnepét. Sok mindent lehet tenni ezen a napon, de ünnepelni nem. Elég bekapcsolni a tévét, és a köztelevíziót nézni, akár a Duna TV-t, ahol olyan hangulatú műsorrend van, amit körülbelül március 15-én szoktunk meg. Ünnepélyes felhanggal, ünnepélyes díszítéssel. Ez valahogy számomra nem fér össze. Durva hasonlattal élve ez olyan, mintha egy temetési szertartás után nem a halott ittor következne a maga csendességében, hanem lakodalmat rendeznének. Mi ebbe sem nyugszunk bele. Mi nem tűrhetjük azt, hogy lakodalmat rendezzenek, és fehér pántlikát tűzzenek egy olyan napon, amikor mindenkinek fekete gyászszalagot vagy fekete ruhát kellene viselnie, és gyászolnia kellene. A Jobbik tatabányai önkormányzati képviselője a Trianonhoz fűződő személyes érzelmeiről szólt. Én úgy nőttem föl, hogy nekem Magyarországot a Nagy Magyarország jelentette, a Szent Korona országai egybevéve, és én azt tanultam meg gyerekként földrajzba, és hát fájdalom, igazságtalanság és egy olyan dolog, amit nem lehet semmihez hasonlítani, szerintem csak a magyar emberek értik, ami a tehetetlen dűvel tudnám hasonlítani. Hiszen igazából egy személyként önállóan nem nagyon tudunk ez ellen tenni, mégis érezzük, hogy ez az igazságtalanság oly mértékű, amire ha más még nem is tudunk tenni, de legalább emlékezni kell rá minden évben, hogy ez megtörtént velünk, és én úgy gondolom, hogy történik folyamatosan, hiszen vannak olyan folyamatok, amik nem a nemzet felemelkedése, hanem pont a nemzetnek a további satnyulása felé vezetnek. A rendezvényen szólt az egybegyűltekhez Dorogi Éva, a Magyarok Szövetsége települési megbízottja is. Tudjuk-e, mit jelent Trianon? Tudják-e, mit okozott Trianon? A hétköznapok taposó malmában vajon eszünkbe jut-e néha, mekkora igazságtalanság, tragédia, veszteség, gyalázat ért bennünket az ellenünk meghozott nagyhatalmi döntésekkel?